Az igazság, hogy William O'Connornak a ritmusérzéke az nem igazán volt a helyén, hát reméljük, hogy a nyilainak a ritmusérzéke az inkább meg lesz majd a mérkőzés során. Egy kulisszatitkot elárulok, hogy szeretjük Tom Petty-nek a dalát, amire William O'Connor bevonul, de amikor meghallottuk az Iron Maiden Trooper dalának a gitárrifjét, akkor itt eldőlt, hogy Cantele bevonuló zenéje alatt mi jobban fogjuk érezni magunkat. Annyi baj legyen. Egy dologra már felkészíteném a kedves nézőket, hogy ez a mérkőzés várhatóan egy eléggé lassú mérkőzés lesz, hiszen egyik játékos sem egy kapkodó elmeháborodott, amikor a nyilak eldobásáról van szó. Mind a ketten nagyon megfontoltan, nagyon kimérten dobják el a nyilakat. Úgyhogy a tempót reméljük, hogy majd színvonallal tudják ellensúlyozni. Lehet lassú játékkal is 110-es átlagot dobni, és nem vagyunk telhetetlenek. Tehát... Persze. Sőt, lehet úgy is 9-es dobni, hogy 3 perc alatt dobod el az egy kört. Ez így van. Ennek a mérkőzésnek a győztese a holnapi napon egyébként a hazaiak kedvencével, a versenyen 13. kiemeltként jelenlévő Martin Schindlerrel fog összecsapni. És hát nyilván az esélyek, ahogy te magad is mondtad, az inkább William O'Connor mellett szólnak. Igen. De a mérkőzést Cantele fogja kezdeni. Mit mond az egymás elleniük? Játszottak egymás ellen egyszer. Egy Players Championship fordulóban még 2020-ban. És ott... rosszat mondtam, bocsánat. A Piriszti világbajnokságon... Majdnem ugyanaz a kategória. Majdnem, igen. Meg kell takarítani a szemüvegemet. Szóval 2020-as világbajnokságon játszottak egymás ellen, és ott 3-0-ra nyert William O'Connor, mindjárt az első kör, tehát a legjobb 96, tehát ez a selejtező körben játszottak. Igen, és azt ugye nem szabad elfelejteni, hogy ott ugye szettekre játsszák a mérkőzéseket, tehát az azt jelenti, hogy O'Connor 9 leget nyert, az nincsen részletezve? Vagy mindjárt mi megnézem, elvileg van részletezve. 3-2, 3-1, 3-1, ez lett a... Tehát akkor effektíve egy egyoldalú mérkőzés volt, de hát ez már a múlt, most itt van a jelen, a leverkuseni Ostermann Arena, ami egyébként a helyi kosárlabda csapatnak a csarnoka, egy 3500 fő befogadására képes komplexum. És hát szokásoknak megfelelően péntek délután, nyilván még a munkaidő nem telt le ott sem, azért nyugaton sincsen kolbászból a kerítés, ott is meg kell dolgozni a PDC. Igen, de az éjszakások itt vannak is drukkolnak. Az éjszakások itt vannak. Estére pedig majd megérkeznek a nappalosok is, legalábbis reméljük, hogy jó lesz a hangulat, egyre jobb, ahogy haladunk előre a tornával. Egyelőre a tempó az a várakozásoknak megfelelően nem gyors. Mind a ketten másodszor vannak a European Darts Open színpadán. William O'Connor 2014-ben járt itt utoljára, és az első mérkőzése után már ment is haza. Ellenben Marco Cantele 2018-ban egy kört tudott haladni. Ki győzött le akkor? Azt meg tudod mondani? Azonnal megmondom neked, mert ezt is hirtelen emlékezetből mondtam. Bocsi a kereszt kérdésekért. Ja, semmi gond. Kicsit olyan vagyok, mint most a Kassai Tóth Csabi. Azt mondja, hogy Marco Cantele. Dave Csisznától kapott ki, az biztos. Uh-huh. És Vincent van der Fortot győzte le 6-4 arányban. Na, azért az nem egy rossz kap. 90-es átlagot dobott neki. O'Connor nagyon szépen halad lefelé. 4 kör alatt megérkezett kiszállóra. Cantelének kapkodnia kellene magát egy picit. A váltás jön az is a már jó. Nagyon szépen második nyilla. Ellenben egy szép kerekítés, 3-assal 80 pont. Tudatosan maradt erre a nagy kiszállóra. Ilyenkor azt szoktuk mondani, védjük a mundér becsületét, amennyire csak lehet. Kellene a tripla 18, hogy maradjon a dupla 16. Jött az is. Megvan. Egy nyíl. Az rögtön elsőleget. Egy 120-os kiszálló? Nem. Oh. Ellenben még lehet egy 167-es kiszálló, ugye? Ebben a legben. Kell 2 tripla. Első megvan. Tripla 19. Az alatta van! Vissza tripla 20-ra. Úgy van, maradt a 28. Viszont O'Connornak újabb 3 nyíl a dupla 16-ra. Egy picit kellett el kell menni. Ott is már a helyén. Ja, természetesen Marco Cantele, mivel finn játékos, ő a Nordic and Baltic szériából került be ide.
az aktuális pozíciója őt jogosította fel arra, hogy részt vegyen ezen a megmérettetésen. Ellenben William O'Connor ugye Tourcard birtokosként, ő a Tourcardosoknak kiírt selejtező versenyen vett részt, ez még február 13-án volt, és gyorsan kinyomozom, hogy kik voltak az ellenfelek. Azt mondja, hogy a 96 között Callum Guffin ellen nyert 6-3-ra, 89,64-es átlaggal, majd a bejutásért Lee Evans-szel játszott, az egy simább mérkőzés volt, 6-1-re nyert O'Connor, és a teljesítménye is magasabb szintű volt, hiszen ott 98,68-as átlagot hintett oda. És itt is egyelőre jól áll, elvette Marco Cantele kezdését. 9-10. Szép 97-es fogyasztás Cantele-től. Ez jó, hogy így meg tudjuk nézni ugye a Tourcard kvalifikációs tornáknak az eredményeit játékosokra lebontva, mert így rögtön rá fogunk jönni szépen a nap folyamán folyamatosan, hogy ki az, akinek tudja majd mondani José de Sousa, hogy na ugye. Igen. Igen, de ne ugrasszuk még ki a nyulat a bokorból, várjuk meg azt a hetedik mérkőzést, és akkor elmondjuk, hogy José de Sousa hogy jutott be végül is erre a tornára. Ezt egyébként évelején találta ki a PDC, de tényleg foglalkozunk most a mérkőzéssel. O'Connor... Egy tripla kell, hogy kiszállóra érkezzen, William O'Connor nem jött. Nem, a végén már úgy is volt vele, hogy inkább fogyassza a pontot, ugye meg lett volna a tripla 19, nem jutott volna kiszállóra. Nagyon betakarta a tripla 20-at magának. Lent kezdi a 262. Nem rossz egyébként az elgondolás, hiszen 95-tel oda lehet érni. És nem viszont nincsen tripla. Továbbra is megvan a kezdésből származó előnye az ír játékosnak, viszont egy szektor hibával indít. Na, behúztuk a kéziféket elég gyorsan. 172-ig tud lejönni William O'Connor összesen. Itt most egy szép kerekítéssel Cantele rá tudja hozni a szívbajt az ellenfelére. Már pedig jól csinálja. Kettő igen. Is benne van. Tripla benne. 15-ös. Nagyon szép! Mekkora kerekítés 40-re. Egyből itt jöhet a visszabrékelés. Továbbra is 100 pont fölött O'Connor. Dupla 20-ra. 3 biztos nyíl, dupla 10-re még mindig van 2. Ó, de kívül van az. És meg is sokkal! Elcsúszott sajnos. Na 113, kell a bravúr, hogy meg kell szerezni Connorra. Megvan a tripla, 13-as. Ott van, de szép középen van, dupla 20. Ó, alatta van! Okay, újabb 3 nyíl Cantelének. És mi meg várunk tovább a 120-as kiszállóra. Dupla 10. Dupla 5. Ennyi esély nincsen. Ennyi esély nincsen. Így ez problémás lesz. Egy gyönyörű 165-ös kerekítés után 6 nyíl nem volt elegendő Cantelének a kiszállóhoz. Szerencséjére O'Connor nem tudja kihasználni. Inkább visszasokkal William O'Connor. Mondván olyan mindegy, hogy 4-en vagy 20-on van, hogyha Cantele megdobja azt a dupla 5-öt. Ez így van. Na, akkor nézzük a dupla 5-öt ezúttal. Na, még egyet. 8. nyíl ebben a legben duplára. Jöhet a 9. rögtön utána. Csak na! Összejött! Hú, de nehéz szülés volt ez. Az átlagok nagyon izmosak, jelenleg 71,85 O'Connornál, 69,57 Cantelénál. Hát sajnos egyelőre nem kompenzálják a tempót színvonallal. Nyilván mind a két játékos ennél lényegesen magasabb színvonalra képes, például százasokkal operálva. Igen, de ugye múltkor is beszéltük, hogy a nyitó mérkőzésnek elég hálátlan feladata van. Nem is kicsit. Egyrészt alig van közönség, aki előtt kell játszani. Persze, ugye nem mindenhol közönség előtt játszanak ezek a játékosok, de ide már azért úgy jönnek, hogy színpadi játékokkor közönség is van. Plusz ugye még föl is kell hozni a hangulatot a közönségnek, és azért ez úgymond lehet esetleg egy plusz hát, mentális tényező. Büféseknek kellene egy kicsit jobban adagolni a söritalt.
140. Annyira vártam a 180-at. Ugye szemérmessé meg a titoktartás két olyan dolog, ami alkoholban nagyon könnyen oldódik. Igen, igen, úgyhogy... igen. Nagyon jó. Ezt ugye a UK Open-en meg a Player Championship Final-en oldják meg nagyon jól a rendezők, mert igen tehetséges hölgyek hordják szét a söröket. Arra gondolsz, hogy nagyon nehéz a szemkontaktust tartani a hölgyekkel? Konkrétan. Célszerű lenne váltani, nagyon takar, én rámennék a búra a helyében. Ő is ráment, nagyon szép 65-tel 96-ra, 162 nem kiszálló, tehát három biztos nyila van Marco Cantelének, megszerezze a vezetést. 92. Na, 96 vagy Shanghai? Nagyon szép az a tripla 20, dupla 18-ra 2 nyíl, dupla 9-re még mindig van egy. Belül van az is. Hát akkor megnézzük, hogy a kínai kaja mennyire megy O'Connornak, megfekszi a gyomrát. A pálcika megvan, nem. De ez nem lesz meg. Végére megérkezett a tripla, de Cantelének esélye van erre a 9-re. Rossz omen a 20-ra maradni William O'Connornak, mert akkor Cantele megdobja a duplát. Egy nagyon szép középen van, dupla, 8-4. Háttérben lehetett látni azt, hogy forgatja a szemeit, és nem véletlenül Cantele tartja a kezdését. Ez az első olyan leg a mérkőzésen, ahol az nyert, aki a leget magát is elkezdte. Egy-egy triplák azért jönnek a játékosoknál, de még nem nagyon vannak bemelegedve. Igen, egyelőre mind a ketten 80-as kör átlag alatt, de legalább már 70 fölött. 60 pont. Szépen helyén van az egy tripla 20, hogy alá esett a második. Le is vált. Nagyon jó a váltás. Csodálatos 137. Kell is ezek kettő triplás, mert minél hamarabb meg kell érkezni 20-ra. William O'Connornak. De az se baj, hogyha 32-re. Persze. Mert azt legalább meg is tudja dobni. Alus most nem jön, Alus a tripla, 59, csak a dobás. Igen, és egyébként nagyon furcsa O'Connornál a dobásnak a dinamikája, hogy az első nyíl az még tényleg az ő tempója, és a másodikat, harmadikat azt meg nagyon gyorsan küldi utána. Tőle szokatlan módon. Na nézzük, hogy feltűnik-e neki ez, és esetleg korrigálja. Nem, most még az első nyíltól is nagyon gyorsan szabadul. 140. Úgy tetszik, úgy érezte, hogy kell neki a ritmusváltás ahhoz, hogy pontosabban dobjon. Igen, mert egyébként fura, de Cantele még nála is lassabban dob, és nyilván még egy lassan dobó játékost is meg tud az zavarni, hogyha egy nála még lassabban dobó játékossal kell játszania. Igen. Jó 10-12 évvel ezelőtt a holland válogatottban volt Joytenberge. Ő dobott így, hogy jó, beszélozta az elsőt, aztán szinte egy másodperc alatt utána dobta a második kettőt. Viszont rettentően pontosan dobta a nyilakat. Ő nyert is Hungarian Open-t. Igen. De itt ugye nem a PDC Hungarian Darsofiról van szó, hanem a VDF igen. Hungarian Open-ről. Mikor? 2007-2008 akkor, igen, akkor játszottam vele, hol is a 16-ban játszottam vele. Egy olyan mérkőzést, hogy mindenki minket nézett. És megvan a kiszálló. Ugyan, 16 az működik. Mondjuk ezt azért megkérdőjelezném, hogy mindenki titeket nézett, esetleg Joey-t, mert hogy te rád ki lett volna kíváncsi, fogalmam sincs. Hát 4-3-at játszottunk, úgyhogy lehet, hogy rám is voltak egy páran kíváncsiak. Esetleg, na esetleg. Már önmagában az nagy szó, hogy a 16-ig eljutottál egyébként. Hát igen. Főleg úgy, hogy előtte én építettem a helyszínt. Ezek a kellemes emlékek. Amikor nem tudod eldönteni, hogy szervező vagy játékos. Igen. Negyvenre 41 a válasz. És minden rá van egyébként írva O'Connornak az arcán. Annyira jó, hogy pont látszódik, hogy mit csinál Cantele háta mögött.
Kellene egy tripla, hogy utolérje. Ő 11 tripla nagyon szépen. Igen, és azt itt azért fontos megjegyezni, hogy O'Connornak a reakció azok nem Cantelének szólnak, tehát ő a saját játékát minősíti ezekkel a megnyilvánulásokkal, nagyon elégedetlen egyelőre azzal, amit teljesít, és hát ez mondjuk érthető is. A jelen pillanatban 80,85-ös körátlagnál tart, Cantele 73-23-nál, tehát ennél bőven többet tud mind a két játékos. Persze, egyelőre sajnos nem üti ki a közfalat a színvonal. Most tényleg az a kategória, ahol ez a, valahogy éljük túl, valahogy jussunk túl az ellenfelen, és akkor holnapra át lehet gondolni, hogy mit is kell akkor a tábla előtt csinálni. Nagyon, most jó, nagyon szépen az középen van. Ott van mellette. Na, jön az első. 180! Jött bizony. Ideje volt. Négy leget kellett várni. Négy és felett. Na jó. Legyünk precízek. Még a végén ránk olvassák. Ja, igen. És nincsen kiszállón Cantele, úgyhogy hat nyila van O'Connornak. De nyilván mentálisan nagyon sokat tudna neki segíteni, hogyha nagyon megoldaná jó, ezt a százhatot. Szépen középen. Igen. Az is jó, dupla 16. Ma végre már! És az első 100 pluszos kiszálló is megérkezett. Végre van mit jegyzetelnem a kis táblázatomba. Azt mondja, hogy egy darab 106-os William O'Connornak. Köszönjük szépen. Dr. Bubot idézve kérem a következő. Így van. A múltkori versenyen, február végén közvetítettük az első Baltic Sea Darts Open-t. Ott az egész hétvége során 56 darab 100 pluszos kiszálló született. Jó a folytatás O'Connortól. Na most megtalálta. 180! Ha egy üzletbe indul, kérem. Egyből megugrott 88-ra a körátlaga O'Connornak. 95. Lehet jönni tovább. Az elcsúszik. Maradni kell. Nem, ő úgy döntött, hogy levált. 42 mindössze a folytatás. Cantelének kellene legalább a 140. Nem lesz meg, nem lesz kiszálló, négy a finn. A százas azért ott van. 183-ra egy szép kerekítő. Igen. 96, marad a 87 pont, lehet belőle egy 14 nyilas játék is akár. Ott a 140, nagyon szép válasz Cantelétől. Pici presszió ezen a kiszállón, tripla 17 kell O'Connornak. Megvan, dupla 18-ra kettő nyíl. Egy. Dupla 9. Nem tudja megoldani. Ez talán az egyik legnehezebb duplák közötti váltás, dupla 18-ról átmenni dupla 9-re. Most O'Connornak is beletört a bicskája. Ott meg 19 egy bull, kötelező játék ilyenkor. És a bull. Ó, 25! Szép próbálkozás volt. 9-es kiszállója Cantelének már volt. Nézzük, hogy O'Connor megjegyezte a sorrendet. Megbizony! 18-as játékkal tartja a kezdését O'Connor, és először a mérkőzésen két legnyi különbség van a játékosok között. Váltás. 137. Nagyon jó játék. Na még egyet. Úgy van, 140. Nagyon szép. A
Cantalének is alakulgat az átlaga, jelenleg 78,05. 100 pont fej mellett a két úriember. Most O'Connornak inkább a saját kezdéseire kell figyelnie. Nyilván, hogyha esély adódik, akkor Cantale kezdését is el lehet rabolni. Kellene itt is legalább a százas, vagy akár váltással is le lehet nem, érni. Kiszálló, de megvan a száz. Na, 161-164. Nagyjából hasonló nehézségű kiszállók. Megvan a tripla 20, tripla 17. Alatta, vissza tripla 20-ra. 64 maradt. Na, 164-re, akár kettő darab tripla 19 is megfelel. De ebből már nem lesz így kiszálló. És akkor a 25-ös. Úgy van, 100 pontra jött le, William O'Connor. Lehet támadni a 16-ost vagy a 8-ast. Megvan a tripla 16, dupla 8, kettő nyíl. Na, még egyet. Odafér az. Odafért mellé, csak nem jó irányba tette Marco Cantale. No, 106-os már volt, jön egy 100-as utána. Dupla-dupla? Nem, szerintem jó fekvése van annak dupla a nyílnak, 10. Dupla 10. És megcsinálja! Erről van szó. Nagyon szép játék O'Connortól. Mindössze. A kezdeti kiszálló probléma az O'Connornál úgy néz ki, hogy eltűnt. Volt, amikor 17%-os volt a kiszálló mutatója, jelenleg 36%, az már azért az elfogadható kategória. Hát erősen számít bele ez a kettő darab 100 pluszos kiszálló. A kör átlag az 85-86 környékén jelenleg. De akár ez most meg is ugorhat. 180! Bizony, ugrik 88-21-re. És egy nagyon jól időzített maximum volt, bár mondjuk egy maximum mindig jól jön. Igen. Csak maximum ott van. Ennyi. Csak hogy lehessen kiabálni. Körbevinsz is amúgy is nagyon szépen szokta kiáltani a 180-at. Igen, és akkor lehet mind visszamenni. 99-164 maradt. Nagyon szépen elhúzott most William O'Connor. Marco Cantale egy 180-nal sincsen kiszálló, ugye? 145 azért csak oda helyez. Innentől kezdve azt kell mondjam, hogy majd, hogy nem kötelező lenne 6-2-vel behúznia ezt a meccset O'Connornak. Persze, hogy triple 5-tel operál, akkor nehéz lesz. Vissza a 20-assa. És kipattan! 130-ig tud lejönni csak. Ez a 100 pont, ez eltüntethető. Sőt, egy 180-nal még egy nagyon komoly nyomás is helyezhető O'Connorra. Már pedig ott a kettő tripla. 180! Még O'Connor is csak mosolyog rajta. Kell a tripla. És a bull! A győzelemért! Alatta van! Tízes. Igen, tízes, és dupla 20. Ide jó helyen van. Picit alá. Ott van, ott benne. Van benne. Nincs még vége. 15 nyilas játék Cantalétől. Nem szólt még a finálé, ugye? Ha már elindultak a 180 gyártások, gyorsan megnéztem, hogy 2013-ban dobták a legtöbb 180-at az itt lévő játékosok, 237-et egészen pontosan. Tavaly 231 sikerült, úgyhogy még akár az idén be is lehet hozni. 60-as. Nem akarom elhinni, hogy azon a szemüvegen keresztül bármit is lehet látni. Pedig lehet. Tényleg? Igen. Igen, annyira közel van a szemedhez, hogy az agyad kiszűri. Nem homályosul el?
Legalábbis a szemüvegtől semmiképp, oké? Okay? Igen. Rendben. 140. Kvázi egálállás. Viszont ugye Kantele kezdte ezt a leget, úgyhogy ő van helyzeti előnyben. De kellenének a nagy értékű dobások, hogy tartani is tudja ezt a helyzeti előnyt. 140 elég Okonornak a kiszálló. Nagyon jó, 180 se baj. 180! Az ötödik a mérkőzésen. 4-1-re vezet az írjátékos ebben a mutatóban. De ami számára fontosabb, hogy 5-3-ra vezet a mérkőzésen összességében, és ott van a kiszállóra az esély. Nagyon szép ez is. Csak hogy érezze a törődést, meg kell oldani a 121-et. Megvan nagyon a bull. Meg is jó, a tripla 13! És meg lehet oldani a 108-at is, tripla 19. Így még meg lehet tripla 17 bullal. Nem lesz! Itt tripla 20 kell. Jó eséllyel itt a vége. 44 mindössze, és 3 mérkőzésnyi Okonornak 16-ra, dupla 8. Jó helyen van, csak rá kell helyezni. Benne is van, is csinálja. Egy jó magyar angol. Így rögtön az elején. Okonor érvényesíti a papírformát, és végül 89,48-as körátlaggal, 33%-os kiszállózással búcsúztatja Márkó Kantelét, aki azért úgy látom, hogy nem annyira csalódott, megköszönte a közönségnek a biztatást, nyilván egy kis készfogás, beszélgetés. Nekünk pedig jön egy rövid szünet, hiszen bőven van még vissza ebből a délutánból. A második mérkőzés Ryan Joyce és German Plattiman a találkozója lesz majd. Maradjanak velünk továbbra is!